sajnos nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, ahogy elterveztük. Miért? Mi történt? Miért nem a magyar válogatott jutott tovább ebből az olimpiai elősejtezőből? Egy gólt tudtunk csak sajnos szerezni, és rengeteg kiállításunk volt, úgyhogy ez a két dolog. 5-5-ben voltak pillanatok, vagy hosszú percek, amikor domináltuk, azt hiszem, ott nem tudtuk belőni a helyzeteinket. Az emberelőnyünk se tudta a kritikus pillanatok belőni, legalább egy emberelőn gólt tudtunk lőni, de 5-3-ba fontos lett volna, azt hiszem, gólt szerezni. 6-5-ben se tudtuk ilyen meccsen, rengeteg energiánkat és fókuszunkat elpazaroltuk, azt hiszem, a felesleges kiállításokra, és egy gólt tudtunk szerezni, és a japán egy olyan csapat, aki nem adja fel, és sajnos megérdemelték majd győzelmet. És a Fran István arról beszélt előtted, hogy más volt egészen a bírói felfogás, mint az első két mérkőzésen, és ő hiányolta azt is, hogy itt megnézzék a japánok második gólját, mert szerinte az egyértelmű kapus akadályozás volt. Ti hogy láttátok? Nagyon szívesen megnéztük volna, hogyha lehetett volna a lehetőség, hogy lenne a coaches challenge, de vicces, mert bármilyen más ligában van, itt egy olimpiai selejtezőn nincs rá lehetőségünk, hogy visszanézessük, úgyhogy mi nem tudtunk mit tenni, itt a bírókra kell bízni. Azt hiszem a döntések maga, amiket hoztak, vagy a kiállítások, amiket fújtak, azok nagy részben jogosak voltak. Egyszerűen buta kiállításokat csináltunk, és fölöslegesen sodortuk magunkat mindig ember hátrányba. Amikor egyébként a bíró megindokolja, hogy miért nem nézik vissza a helyzetet? Nem indokolták meg számunkra. Gondolom, ők egyértelműen látták a szituációt, és nem. Ugye ilyenkor azt szoktátok mondani, hogy menni kell tovább, és hát majd a következő állomás az Bolzánóba, a Divizió 1-es világbajnokság, ahol Japánnal fog a magyar válogatott kezdeni, az egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés lesz. Mit kell addig változtatni, hogy ezt a japán csapatot ott le tudjuk győzni? Hát változtatni... Jó kérdés, sok mindenen lehetne változtatni, én mondom, az már egy teljesen más fajta sztori lesz, egy világbajnokságról fogunk beszélni, úgyhogy nekünk még meg kell találni majd a megfelelő csapatot, megfelelő embereket, úgy érezzük, hogy voltak páran, akik nem tudták azt nyújtani, amit elvárunk tőlük. Meg kell nézni, hogy a vezetőedző szeretne fiatalokat hozni, egy kis vérfrissítést, úgyhogy rengeteg dolog van addig, azt hiszem. És ahogy említetted, és a japánnal fogunk kezdeni, akkor remélem, hogy szeretném majd visszavágni ezért a vereségért most.